Hát eljött az a január harmadika, szerencsére nem fogadalmat tettem, hanem sokkal messzebbre vívő céljaim vannak. Mai nem feladtam a lényeges dolgokat, de nem tettem meg. Mit tegyél, ha eleged van mindenből, amikor minden összetornyosul feletted, nem látsz ki a feladatokból, nem látsz ki semmiből, de nem az a legnagyobb probléma, hogy, hogy túl sokat vállaltál be, mert a ha bevállaltad a sok dolgot, abból majd leadsz, egyébként is menet közben kiderül az, hogy mi fölösleges és mi fontos. Tehát gyakorlatilag természetes módon fog rendeződni ez az egész. A legnagyobb baj az, hogy abból van sok, amit nem vállaltál be. Amire nem is gondoltál, vagy nem is akartál gondolni, sőt, a legrosszabb az, hogy határozottan elképzelted, hogy azzal nem kell neked foglalkoznod, de az élet nem ilyen. Az élet olyan, hogy eléd rak olyan feladatokat, amelyekkel nem szívesen foglalkozol, vagy szívesen foglalkozol, de elveszik az idődet a fontos dolgokról, tehát nem tudsz koncentrálni a célodra, és már úgy érzed, hogy annyi minden dolog veszi el az idődet, hogy elkezdesz pánikba esni, hogy nem fog sikerülni, nem leszel sikeres, nem fogod semmire vinni ez be fog dögleni, ez a projekt már megint bedöglik, és megint nem én vagyok a hibás, hanem a körülmények. Ez természetes, ezzel mindenki így van, mindenki így jár, mindenkinek vannak ilyen mósai. Amúgy, ha jól belegondolunk, ez a sok-sok apró kis kellemetlenség egyik sem adna okot arra, hogy feladjál bármit is az égvilágon. Összességében, ahogy összegyűlnek, az zavaró, az fed le téged úgy, mint föld a sírban, és egyszerűen nem látsz ki belőle. Egyébként a legnagyobb gond az, hogy nem látod ezeknek az apró bosszantó dolgoknak a végét. Mikor lesz vége, mikor tűnnek el a hétköznapjaidból? Hogyan leszel te egyáltalán sikeres? Tedd a következőt, nekem mindig beválik, nagyon egyszerű, könnyen reprodukálható, bárki meg tudja csinálni, de annyira egyszerű, hogy senki nem gondolja, hogy pont azt kell csinálni, pont ebben a szituációban. Vizsgáljuk meg, mi történik akkor, amikor össze akarsz szörni egy asztalt, mert annyira felbosszantottak. Az egyik ok, hogy ki akar robbanni az energia belőle, de nem tud, mert tehetetlen. Vagy a legrosszabb ez az egészben, hogy ezek mindig olyan apró, vagy egyébként nagyobb dolgok, amelyek felbosszantanak, hogy tehetetlenné tesznek. Nem tudsz ellene tenni, vagy azért, mert nem rajtad múlik, vagy azért, mert a másik nem érti meg, vagy azért, mert sokat próbálkoztál, vagy azért, mert ötleted nincs az egészről. Az a lényeg, hogy csak gyülemlik az energia, és egyre feszít belül, de nem tud szabadulni. Főleg cselekvésben, értelmes cselekvésben nem tudsz szabadulni, ezért fogod magadat, és az asztalra akarsz csapni. Elvárod azt, hogy amikor rácsapsz az asztalra, akkor az össze is törjön. Ez nagyon fontos, az elvárás, mert ha összetörik, akkor ki is elégültél, -e. sőt, hozzá a személyiséged megerősítéséhez egy olyan aspektust, hogy tettél valamit, és lett eredménye. Van hatalmad a dolgok felett, hiszen oda csaptál, és összetört. Legszívesebben ezt tennéd, de nem teszed meg, mert mégiscsak valami miatt visszafogod magad, és ez jó, ez tedd is meg. Na de mi történik ilyenkor? Az egyik, hogy energiát veszítesz, hiszen csapkodsz, az energiát fog igényelni tőled. A másik, hogy elvárod, hogy összetörjön az az asztal, tehát, ha össze is törik, akkor lesz egy kielégülésed, és ez a kielégülés fogja megerősíteni benned azt, hogy te hatsz a környezetedre. Ez a kettő effektus az, ami meg fog téged nyugtatni. Ennek persze semmi értelme, és a valós problémát egyáltalán nem fogja megoldani, sőt nem is fog segíteni. De a csapkodás közben nem csak az történik, hogy a csapkodástól energiát veszítesz, hanem az közben még fáj is neked, főleg, hogyha sikerül összetörni az asztalt, mert az egy erősebb asztal. Tehát. Sokkal több energiát veszítesz, mint ahogy azt gondolod, és ez egyszerűen elvezeti a gőzt belőled, tehát már nyugodtabb leszel. Tehát a csapkodás és a kielégülés fog téged helyrehozni. Na de ne ezt az utat kövessük, mutatok egy teljesen mást, egy modellt arra, hogy milyen gyakorlatot kell végezni, más eredmény fogsz megkapni, sokkal jobbat, nem teszel kárt a környezetedbe, magadba, és úriemberként távozol a problémából. A gyakorlat a következő. Menj el sétálni vagy futni. Nagyon fontos, hogy bármit is csinálsz, mert lehet bármilyen sport is ez, vagy bármilyen tevékenység. Az a lényeg, hogy az edzettségeden belüli, a képességeden belüli megterhelés kapjad, mert akkor nem fogsz sérülni. Akkor, amikor elveszítjük a fejünket és elkezdünk mozogni, akkor olyan mozdulatokat teszünk, amelyből sérülések következnek. Viszont ennyi hideg fej kell legyen benned, hogy Visszafogod magadat, de nem egészséges bent tartani ezt a gőzt, ezt le kell dolgozni, de szépen beosztod és apránként kiengeded. Tehát elmész sétálni például, vagy futni. Én a sétát szoktam választani, mert a képességeim belül inkább azzal, mint a futás. A futás az nekem túl megterhelő, túl sokat kell koncentráljak, de a sétával olyan helyre megyek, ahol vannak nagyobb emelkedők, és vannak lejtők is. Nagyon fontos ez a kettő. Sét közben, ahogy elkezdem ezt az egész folyamatot, tehát ahogy csapkodva kimegyek az ajtón, és, és morbogok, dör, dörmögök, dühöngök magamban, akkor végigveszem azt, hogy mi az, amiből elegem van. Felsorolom, elmondom, nem hangosan, mert az hülyén néz ki, bár ha erdőbe sétálok, az még úgy, ahogy elmegy. Az a lényeg, hogy magadba kidőhönheted magadat, és felsorolhatod, hogy mi bánt téged. Sőt, beszélgethetsz is azokkal, akik bántanak téged, vagy úgy vélet, hogy bántanak téged. Tehát az a lényeg, hogy konfliktusod van. És amiközben ez történik, kiadod magadból azt az információt, amit nem szeretné bent tartani. Nagyon fontos, hogy elérkezel oda, ahol kezdesz felfelé menni, és megterhelődik a szervezetet. Azért ez ne egy félperces megterhelés legyen, hanem hosszabban tartó. Érezd azt, hogy kezdesz fáradni, érezd azt, hogy a dühöd kezd átmenni a testedet ellátó energetikai folyamatba, tehát értelmes dologra kezdett elhasználni az energiát. Miközben ezt csinálom, én a szoktam csinálni, miközben ez a nagyobb terhelés van, a közben valamilyen ügyességi gyakorlatot kell csinálni. Az ügyességi gyakorlat például számomra az, hogy fogok egy botot, és ezt a botot először csak egy fél fordulattal dobom föl, és kapom el. Aztán egy fordulattal, aztán másféle, aztán kettővel, aztán kettő és féllel, és végül három fordulatot tesz meg a bot, mikor visszaérkezik a kezembe. Ez kell legyen egy sorozat. Ha elrontom, akkor előről kell kezdenem a félfordulattal, és egész addig kell vigyem, hogy a teljes sorozatot három fordulatig megcsinálom. Miért fontos ez? Ha ezt csinálod, akkor, akkor leterheled az agyadat, koncentrál egyrészt arra, hogy megterhelted magadat, másrészt arra koncentrál, hogy ezt az ügyességi gyakorlatot végre tud hajtani. Egyszerűen két dologra figyelsz, akkor már nem lesz a harmadikra energiád és időd, lehetőséget figyelni. Tehát kezded elvonni a gondolataidat a dühöttől, vagy az elégedetlenségtől. Megkapod a sorozatot, meg tudtad csinálni, akkor hirtelen lesz egy új élményed, tehát sikerült. Tettél valamit, elterveztél valamit, és megcsináltad. Ez a modell értéke. Ez pszichésen fog téged megerősíteni. Tehát két effektus van, ugyanúgy, mint az asztal csapkodásnál, csak itt nem törtél össze semmit, hanem valami pozitív irányba vitted el az egész folyamatot. Az egész modell akkor fogja elérni az eredményt, amikor lefelé mész, mert ilyenkor már pihen a szervezeted, és ahogy pihen, új energiával feltöltődik, ráadásul volt az előbb egy élményszerűséged, mert megcsináltad a folyamatot, és ez az élmény, ez az energetikai könnyebség, ez újra fog tölteni téged új energiával, új információval, és egyszerűen rezetelni fog téged a dühödből, újraindul az egész szervezeted, méghozzá aktív újraindításról van szó. Ezzel nem fogod megoldani a problémát, viszont alkalmassá válsz a kezelésére. Az én tapasztalatom az, az ilyen jellegű modellgyakorlatokban, hogy nem csak a célt szoktam elérni vele, hanem járulékosan plusz dolgok megtörténnek. Például azok a bosszantó kis ügyek, amelyek elvették a figyelmet, amelyik, amelyek oda juttattak engem, hogy feszült legyek, azokból néhány megszokott oldódni magától. Hiszed vagy nem, próbáld ki, csináld és meglátod.